Három kapussal készült a sorsdöntő Európa-bajnokságra a magyar válogatott. A hatodik nagy tornájára készülő Mikler Rolanddal. Valamint az egyaránt első bálozó Székely Mártonnal. Illetve Bartucz Lászlóval. Talán nehezebb így készülni egy Európa-bajnokságra, nem csak a tét miatt, hanem amiatt is, hogy a fiataloknak egy jó példát és egy mondjuk azt, hogy egy biztos hátteret nyújtsunk mi öregek, ha mondhatom ezt így 31 évesen. Ő a legszerényebb hármunk közül. Ami az ikáni lehet, az mindig a súlya. Inkább a Roli egy ilyen báty szerintem. Tehát ő tényleg olyan, hogy mindig segít. Tényleg azt kell sugallnunk a fiatalabbaknak, mondhatom azt, hogy a rutintalanabbaknak, hogy végigküzdve nincs feladatmérkőzés, és ne izguljanak. Én maximálisan tisztelem az elért eredményeire, ahogy gondolom a Marci is, és nekem még az nagyon tetszik, ahogy a pozíciókat felveszi a kapuba, és abból milyen gyorsan tud reagálni, illetve az, hogy nincs fölösleges mozgása. A Veszprémiek sztárja ezúttal nem elégedne meg pusztán csak egy tisztes szerepléssel, és szerinte ez nagyban talán Dusevájevnek köszönhető. Olyan lendületet ad, vagy egy olyan, nem is tudom, impulzust adott nekünk ezzel, hogy higgyünk és ne legyünk kis hitűek, úgyhogy igyekszünk tényleg ebben a szellemben készülni, és mondhatom azt, megverni mindenkit, akit csak lehet. Nyilván tervek vannak, meg szeretnénk nagyon nagy eredményt elérni, és szeretnénk ott lenni az olimpián, tehát ez a célunk. Én nem mondanám, hogy most helyezésre kell bontanunk ezt. Itt nyilván az lenne a legjobb, hogyha azonnal ki tudnánk vívni az olimpiai részvételt, és megnyernénk ezt az Európa-bajnokságot. Én azért egy picit reálisabban gondolkodok, olyan helyezést érünk el, ami a selejtezőre be tud juttatni minket. Az én fejemben is egyelőre csak a montenegrói válogatott jár. Kevés időnk van, az tény, kevés időnk van utána felkészülni a következő válogatottra, de hogyha azt az adott mérkőzést megnyerjük, és arra 100%-osan fel tudunk készülni, akkor elértük a célunkat, és utána jöhet a következő ellenfél. Tehát az én fejemben sem jár még az oroszoknak a lövése, vagy a dánoknak a lövése, hanem teljes mértékig a montenegrói válogatottból készülök. A két csurgói kapus a Mikler mögötti második számú helyért dolgozott hetekig, hónapokig. Még a Plerni kezdődött. Serdülőként összekerültünk már. Így van. És azóta? Kisebb, nagyobb megszakításokkal általában azért valahogy mindig összetalálkozunk, és egy klubban egy célért harcolunk. Nem az, hogy párbajként fogjuk fel szerintem. Én a magam részéről, szerintem Marci nevés mondom, próbáljuk a csapatot segíteni minél jobban, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk ahhoz, hogy felkészüljünk az Európa-bajnokságra. Most azt gondolom, hogy bármelyikünk megy, biztos vagyok benne, hogy tud segíteni majd a csapatnak, hogyha a Rolinak nem úgy menne egy meccsen a védés. Nem gondolom, hogy ez ilyen ellenségeskedésre bármi is megfordult volna a fejünkbe, hogy most mi majd ezért utáljuk egymást, vagy ilyesmi történik, hogy ebből akarunk előnyt kovácsolni igazából. Teljesen egyetértek a Lacival, nyilván edzésről edzésre mind a ketten azért küzdünk, hogy a saját teljesítményünk is jobb legyen, illetve a csapaton tudjunk segíteni. Az elsődleges szerintem az olimpiai kvalifikációs helyezés, ez mindenféleképpen az első hely, utána meg egy érem, nem? Persze, nyilván azért megyünk, hogy elsők legyünk, tehát más eredményről én soha nem is szoktam beszélni, tehát én már többször mondtam is, hogy a bajnokságban is az első szeretnék lenni, nem is lennék szerintem jó sportoló, hogyha a harmadik helyre vágynék. De én azt mondom, a Marci is ilyen, tehát meg az egész csapatunk ilyen, én azt gondolom, hogy nem kell itt a 7., 8., 10. helyről beszélni, meg tényleg, hanem elsők akarunk lenni, oda kell menni, aztán nem jön össze, akkor se dől össze a világ, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy azok legyünk. Az Európa-bajnoki döntünk, az az első meccs lesz. És hogyha az sikerül, akkor jön a következő, és a következő, mindig lépésről lépésre haladunk. Tehát minden egyes ellenfelet úgy tekintünk,
hogy ez egy pirosnapos ünnep a naptárban, azaz aznapi Európa-bajnoki döntőnk, és mindig addig nem is foglalkozunk, hogy akár kiket kaphatunk, vagy kiket kerülhetünk össze. Szükségünk van minden biztatásra. Szurkoljatok nekünk az Európa-bajnokságon. Kövessetek minket itt, az Emmi Sporton.